Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket szoboravató ünnepségünkön. A mai napon Szár László Fehér Márvány mellszobrának alkotására gyűltünk össze. Azt gondolom, hogy ezzel méltóan haladunk azon az úton, hogy a régi korokhoz tartozó helyi értékeinket megőrizzük. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen a csodálatos napon. Szárszón már volt nagyon sok ünnep, nagyon sok különleges ünnep, de a mai rendkívüli. Rendkívüli és csodálatos. Csodálatos azért, mert ez a szobor, ez az alkotás, ami mögöttem van, ez egy csipetnyi a mai a magyar történelemből, és remélem, hogy ezt a csodálatos műalkotást nem csak mi, most élők, hanem az utókor gyerekeink, unokáink is fogják látni és csodálni. Csak köszönet hangján kell szólnom azokhoz, akik ebben közreműködtek. Hát elsősorban Sós Laci barátomnak kell köszönetet mondanom, aki nem mondott le erről, hogy itt egy szép szobor fog állni. Bakai Kornél professzor úr, aki mondhatom, hogy a legnagyobb történész, régész kutató. Ezen az ünnepélyes pillanaton én azt hiszem, hogy köszönet mindenkinek, aki bármit hozzátett ahhoz, hogy Szárszón legyen egy ilyen csodálatos műalkotás. A mai nap a történelmi igazságtétel és a magyar példaadás napja. Az a személy, akinek a szobra itt áll mögöttem s leleplezendő, sokak számára, még akkor is, ha elolvassa a feliratot, részben az ismert latin betűkkel, részben az ősi rovás írással, még annak se hiszem, hogy tiszta fogalma volna arról, hogy ki az a történelmi személy, aki olyan tetteket hajtott végre, hogy szobrot érdemel. Szár László ugyanis a megtagadott, a kitagadott, az elmismásolt, az elfelejteni, óhajtott történelmi személyeink közé tartozik. Egy dinasztia alapító ősről van szó, akinek a rejtélyét, a származási rejtélyét sikerült úgy hiszem történelmi kutatásaink és régészeti anyagokkal alátámasztott kutatásainkkal azonosítani, és ez a Szár László azzal a titokzatos, sokat idézett, sokat csépelt, nemtelen jelzőkkel is illetett Koppányhercegnek keresztény neve. A szárszóról, magáról, a jelzőről is annyit kell tudni, és nagyon sokáig, a hivatalos álláspont szerint szinte mind a mai napig az a magyarázat, hogy a szár szó és ebben a településnek a neve is ezt őrizné, kiszáradt, kiapadt tar jelentésű, holott a vizsgálódások és a nyelvtudományi kutatások világossá tették, hogy ez az ősi, valószínűleg türk eredetű szavunk ősi jelentése fehér. Fehér Lászlóról van szó. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, hogy honnan származunk, és nagyon fontos azt, hogy tudjuk azt is, hogy merre felé tart az utunk. Ezért a napért hálásak vagyunk mindannyian, hiszen nagyon sokat kaptunk, és azt gondoljuk joggal, hogy ez a szobor méltó helyére került. Ennek a településnek a tartalma mi vagyunk, és az emlékek, amelyekért hálát adunk. A kő megmarad évszázadokon át, azonban van valami, ami örökre megmarad, évszázadokon túl, emberi léptékeken túl, ez pedig az Isten igéje. Így kérek áldást a megjelentekre, az ünneplőkre, az emlékezőkre, és a régmúlt hőseire az Isten áldásával. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet,
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet. Amen. Milyen érzés 10 év után, ahogy az avató beszédedben is elmondtad, az elkészült szobor előtt állni? Ez nem valaminek a lezárása, hanem a kezdete, és ebben bízom. Tehát, hogyha áll a szobor, aki itt elmegy, akkor óhatatlanul elgondolkodik, ha nem tud róla semmit, utána kérdez, olvas. Végső soron elértük a célunkat. Neked, akinek orvos a foglalkozásod, hogyan kerültél kapcsolatba ősi múltunkkal? Mi ez a vonzalom ehhez a koppányi, szárlászlói, ősi, szkíta, hunmagyar témához? Hát elsősorban nem ehhez volt nekem vonzalmam, hanem mint orvos, és általában majdnem biztos vagyok, hogy minden orvos művész is, mert ha a sok-sok kínt, szenvedést nem tudná feldolgozni valamilyen művészi, kreatív tevékenységbe, akkor nem bírná újra termelni önmagát másnapra. Amikor iskolába jártam, akkor nekem a lányokon kívül két fontos a labda és a történelem, irodalom volt a kedvencem, tehát nem állt távol tőlem, hogy én befogadó legyek a dolgokra. Így kerültem, tudom én, a harmadik szobor avatásánál a Bakkai professzor úr bűvkörébe, és az ő kutatásai, ami az egésznek az alapja, szinte testközelbe kerültek. Eretnek gondolatnak tartják-e a szárszóiak, hogy az eredete, szárszószó eredete nem a jól ismert száraz a szó? Mit gondolsz erről? Persze, hogy eretnek gondolatnak tartják a szárszóiak. Szerintem felemelőbb egy hercegről kapott név, mint egy száraz, kiszáradt völgy. Az ifjúság az, aki ennek a letéteményese, és hogyha a iskolában csak két pedagógus mellé áll a dolognak, és ha csak egy végzett nyolcadikos mondja el a gimnáziumban, akár Fonyódon vagy Siófokon, hogy én nem csak a József Attiláról híres szárszó születtem. Kedves Laci, köszönjük szépen neked ezt a szép szobrot, ezt a kezdeményezést, és reméljük, lesz még folytatás, még sokszor fogunk találkozni veled itt Balatonszárszon. Itt már megragadom az alkalmat, hogy most akkor tudassam, hogy még egy gyönyörű szobor áll a telkemen, ami egy faszobor, és konkrét, csodálatos 2,5 méteres, 100 éves tölgyfából faragva. Ennek a neve, ennek a szobornak Szár László katonája, egy somogyi harcos. Tehát csak rajtatok a településünkön múlik, hogy akárhová, de fölállítsátok, mert én ezt ide szántam, és hiába volt egy kis ördög, mert minden ember olyan, hogy kicsit dafke, én bennem is fölmerült, hát ott veri az eső, odadom Szóládnak, de hát akkor megszakadna a szívem. Szár Lászlónak ős nyomába lép sok szárszói leányka, tisztelvén a névadót. Nyalka legények kísérik, s aráikat úgy dicsérik, énekelnek biztatót. Erőt merítvén a múltból, történelemből, mint kútból, Szár Lászlóval jövőbe, ó hercegünk szent hitével, keresztények erejével, szárszóért fel előre. Győztél, Uram, Atyám felett, kisütét vihar, kavart ellened, fény és dicsőség a neved, de ne gyűlöd a legyőzötteket. Halld meg, Uram, a kérésem, halott Atyám, add ki nékem, temessem el a földbe, nyugodjék békétlen lelke. Légy az igaz, megértő Urunk, ha már e földön szolgáid vagyunk. Nyújts vigaszt a szenvedőknek, bocsáss meg a vétkezőknek. Én azt hiszem, hogy a mai délután példázza az összefogás, a kitartás,
erejét, és remélem, hogy ez példaértékű lehet Balatonszárszon a továbbiakban is.